Na csácsúbi csörészt a csokolár és traktorkerék, szavaztok papikáim üdv a csatornán. Most már ugye a következő járművel fogunk menni, ami nem más, mint egy Scania, az a tivekórak nem azt mondom, bocsánat kérek gyerekek. Mögöttünk meg már dulál egy kis busz, hogy jöjjön neki, nagyon-nagyon kellene mennie. Na, az a terv, hogy ugye munkát vállalunk és megpróbálunk minél gyorsabban leszállítani minél több fuvart, meg még ráadásul azt csináljuk gyerekek, hogy ha találunk valami nagyon jó járművet, akkor azt megvesszük. Oké? Ennyi lesz a projekt, ugye most ezzel a csodálatos verrával vagyunk már, de jó nekünk, na. Menjünk, ugye itt kell felvenni munkát, ugye egyestől. Közben nyitjuk ugye ezt. És itt van Greystone-ban van egy fuvarod, nézzetek, 17915-be kerülne, de Greystone az iszonyatosan messze van, gyakorlatilag szinte a legmesszebb lévő. Már szóval azt kihagyjuk. Menjünk, River Valley. Ez hol van gyerekek, hol van? Aha, az nincs olyan nagyon messze, és 5400-at fizetne, és ott még nem is voltunk, ugye ez Fort Hill után van. Szóval itt kimegyünk, és balra kell majd fordulni. Gyerekek, én ezt fölveszem. Adjál neki, Sanyi! Azt nézem, a fékek meg a gumik egy kicsit le vannak kopva, de azért annyira nem veszélyes. Gyerekek, most ez nem tudom, hogy zöld volt-e, piros volt-e. De én csapom neki, mint az őrült. Gyerekek, elsők vagyunk, első helyen vagyunk, nézzétek, hogy baloldalt fönt írja, ugye. Hogy hányadik helyen vagy éppen a szállítási dologba. Ott van, hogy 13 percet van, hogy leszállítsd. Nekem van, top térképet kicsit kisebbre veszük. És most nagyon-nagyon durván fogok menni, ugye ez a gép ez nagyon adja. Úgyhogy menjünk vele, mint az őrültek. Viszont van már rakományunk, úgyhogy sokkal egész más ugye a feelingje. Várjatok, táblákra nagyon figyeljünk. 60-as tábla. 5, okay. Itt volt a trafi, ugye? És menjünk. És akkor a következőnél majd jobbra kell ugye húznunk. Remélem, hogy jól emlékszem. Megpróbálunk egy kis pénzt szerezni, gyerekek. Kis pénzt. Igen, gyerekek, mögöttünk van egy csomó jármű, nézzétek! Berakta mögénk, ugye? Jaj, moré! 60-nál kellene menni, de akkor nem leszünk elsők. Egyébként menjen a büntetés, nem érdekel, bár mázling volt, mert nem ment föl elég gyorsan a lejtőn a Verda. De mögöttünk nagyon jönnek, nagyon tepernek, nézzétek meg, még négy. Ugye a minimapon látható. Jobbra kell mennünk, majd a következőnél, az a baj, ők lehet, hogy nem foglalkoznak. Hú, de hallod, nagyon jön, pont egy izé jön. Egy Scania jön mögöttem, nagyon durván le fog tolni. Le fog tolni, nézd már, jön! Az a baj, nekem fog jönni, meghalok. Állj meg, bazze! Azt a begyár! Azt a begyár, gyerekek! Ki kell mennem, bazze? Ott megy egy kamaz, gyerekek, egy kamaz! Meg egy, még egy, hát nem hiszem, utolsó. Utolsó előttiek lettünk. Azt a betyár. Benzinkút. Jó, nem állok meg. Talán bírja. Nem tudom. Gyárékek, ez nagyon csúnya volt. Hallod? Nagyon-nagyon elfékeztem magam. Szerintem a fék... Nézzük meg. Ja. A fék az... Meg a gumi is elég kopott már. Olyan 70%-osnak mondhatom. Nekem majdnem elfötcsentettem a Verdát. Nem nagyon veszi így a kanyarokat, hallod? Így azért egész más. Jó. Mindegy, ez van. De figyelni kell. Amikor rakottam vagy, azért vannak bajok. Ugye tuningolni kéne a gépet. Ugye lehet rá venni minden szép, csuda jó dolgot. Csak nem biztos, hogy ezt akarom tuningolni. Ez a gond vele, gyerekek, hogy most én itt csinálgatom, meg minden, és nem, mégse ezt akarnám használni, akkor meg ciki. Azon gondolkozom, hogy most, hogyha parkolóban lesz valami jó gép, gyerekek, egy kamaszt annyira széttuningolnák. Mi van itt? Megnézem a parkolóban, mi van. Álljunk meg. Hát semmi extra, jó. És mehetünk jobb oldalra. Egy Kenworth volt egyébként, Kenworth. És azt nézem, hogy a csávó előttem, ugye ő versenytárs volt, és megállt a pirosnál, úgyhogy akkor megállnak a pirosnál. Jó. Menjünk, és mögöttem itt kacskaringodik, most akar előzni a hülyéje.
És előzni is fog. Előzni is fog, nem? Kanyarba is lassít, az jó meg van csinálva, jó. Meg még, most meg még esik az eső is, ugye? Nincs elég bajom. Food Hill-en majd át fogunk menni. Nézd, gyerekeknek nagyon kell nézni a izéket, a különböző járműveket. Egy nyerges kamaz nekem az kéne. Most tudom, hogy annál sokkal jobb járművek vannak, de nekem a nyerges kamaz azért tetszene, mert az ilyen feelinges vágod. Az ilyen feelinges. Nyerges kamaz, és ugye te a járművekhez van hozzávaló póc, hogy tök illeszkedik ugye a festésre. A Food Hill gyerekek, nézzétek, hogy nincs-e valami utcéli kamion eladó vagy bármi. Itt nagyon nincs semmi, hallod? Lehet, hogy be kéne venni ugye balra, de most azt nem fogjuk meglépni. És azt nagyon szeretem, hogy elég gyorsan múlnak a napszakok ebbe a játékba. Tehát nem sokára izé lesz. Jó, az izé, csávót, aki utánunk jön, azt most elég jól elhagytam. Hát az első három, aki ott megelőzött, azokkal nem fogok tudni mit csinálni. Minek megy az ablaktörlő, azt mondjátok meg. Figyelj, oda kell felmenni, hallod? Lesz egy ilyen nagy hajtűkanyar. Ilyen ív balra, és akkor ott fönn fogunk menni. Láttam, hogy ott ment a csávó. Itt jött lefele a rendőrautó, aha. Ez a játék, ez a durva, ez a kamionos játék, izgalmas! Ez nagyon érdekes, hogy egy kamionos játékot tudtak izgalmasra tenni. Nekem Euro Truck Simulator nem nagyon okozott nagy izgalmat. Megyek ám, csak jön utána megint a most fölzárkozott, kicsit erősebb a gépe. Lehet, hogy valami tuning van rajta, nem is tudom mi az. Ja, az itt kamaz volt, vagy mi volt mögöttünk? Fogy az üzemanyag nagyon, be kell mennem kutra, az a baj. Ránézek a... Gumik azok nagyon kopottak. És előz, jaj, mi ez? Az bazd nem jó volt, ez egy DAF volt, nem? Az föcsöli még a sart is ide nekem. Bekövennem a kútra, gyerekek. Ajaj, annyira lassan áll meg az. De akartam nézni, nincs ott benne a parkolóban mögött egy. Jó, hát ezt buktuk, gyerekek, ezt buktuk. Hát buktuk, ez nagyon elment. De ez van. Hány literes? 310 literes tankja van. Ugye ezek is nagyon számítanak. Meg az is számít ugye, hogy mennyi az üzemanyag. Valamikor ugye különböző helyeken más. Valaki tudál, mit tudálsz? Hát ezek nagyon elmentek, gyerekek. Jó, innen most már versenyzés jelleg az szerintem. Ja, és a tuning alkatrészek. Verseny indul. Várjatok, oda nézzetek. Itt jobb oldalt el lehet menni, van ilyen offroad rész. Láttátok jobb oldalt? És az arra jó, hogy itt le lehet vágni Windcliff fele ott jobbra, meg Greystone fele. Gyakorlatilag ilyen izét tudsz csinálni, egy ilyen offroad témát. Ott át tudsz menni valahol, és akkor gyorsabban át tudsz jutni. Ez azért van. Azt akartam mondani, hogy... Igen, minden szerelőműhelyben, csomó szerelőműhelyben másfajta alkatrészek vannak például. Például valahol mondjuk tök jó gumituningot találsz, valahol tök jó motortuningot is tudsz venni. De nem mindenhol lehet megvenni mindent. Ez is egy tök jó dolog benne. Azt hiszem itt is lehet menni jobbra. Ha itt is nézd, offroad jelleg, jobbra. Nem tudod? Gyerekek, ilyenkor én úgy fordítom a kormányt, mint az őrül, csak úgy csúszik az eleje a gépnek, mint az adom. Lehet, hogy meg kéne javítanom a gumikat, de... Itt is el lehet menni jobbra valamelyre. Ugye... Nem muszáj neked az úton menned ebbe a játékba. Jó, nem javítom gumikat, hát hogyha izé... A River Valley, ahol van megyünk. Ott ugye talán van esély rá, hogy veszünk másik járművet. Még mindig nem tettem le ugye a kamazról.
De nagyon beindultunk, gyerekek. Nagyon... Bazza, a fék... Nincs fék, hallod? Úgy nyomom a féket, hallod, majdnem kiszakad. Ez nuku. Gyerekek, a fékem az teljesen el van púlva már. Egy föl van púlva, vagy mit mondjak. Igen, és mindjárt megérkeztünk. Nem tudom, hol kell bemenni, nézzük. Ha itt vannak a hülyék ma. Jaj, jön ki! Fék, bazza, fék! Azt a betyárte. Ez nem volt egyszerű, na. Hoppá, valami neki durrantottunk. Nem lett semmi baj a kamionnak, reméljük. Meg kell nézni majd, hogy nem lett baja. 3600-ot kaptunk keményen. Ránézek a kamira, hogy... Szerintem nem lett baja, jó. Itt kapásból fölvehetnék dolgokat, egyelőre nem veszünk fel. Nézzük meg a kamion még mindig 60 ezer, de most már van 12 ezerünk, szóval körülnézünk, hogy nincs-e valami jó cucc eladó. Jó jármű. Ugye ilyenkor mindig egy oldalra kéne nézni, amikor kanyarodsz, hogy azért minden oké arra. Ó, itt szemben van a parkoló, nem tudom hol. Hogy én működik. Valaki kivitte a jó, most aztán tudja, hogy mikor van piros megzőrmi. Azt hiszem arra kell, oda nézzél, ott szembe. Arra kéne szerintem fölmenni a parkolóhoz itt. Megint esik, gyerekek, van sivatag, és környékre kell mennem, basszus, mert itt állandóan zúg. Ja, valahol itt van a parkoló, nézd már. Ez egy ilyen külön rész. Jó lenne egy kamoz, egy nyerges kamoz legyen már, basszus. Nem akarom mindig váltogatni a járműveket. Ezt a szana széjjel tuningolnám, azt hagyj, de jó. Jól érezném magam benne. Na, mik vannak itt? Mik vannak? Hát, kettő jármű. Van valami előbbre, de az is szerintem nem tudom mi lesz. Ez egy gaz. Az meg egy terepjáró. Ennyi volt. De nem vagyunk jól, nem vagyunk szerencsések. Ez meg egy, nem tudom mi ez, offroad. PS akármicsoda. Úgy nézett ki, mint valami. Valami, nem tudom. Mitsubishi Pajero, vagy a franc tudja mi az a... Most már tuti le van szerelve. A gyerekek, a gumi. Ez fél állapotban van, a fék is nagyon szar állapotban van. Azért úgy gyakorlatilag nem bírok már megállni vele. Hát. Veszünk fel valami melód, gyerekek. Veszünk fel valami melót, átmegyünk. Átmegyek, azt veszek fel egy melót. Ha itt lehet bemenni, jó. Nem megyünk még egy helyre, hát ha a gyerekek, zúg az eső. Csúnya idő van. De bejárjuk a környék. Na, ezt Foot Hill-be akar menni, várjál, nézd meg, az pont itt van mellettünk, ugye? De Foot Hill fele nem akarok menni. Ajjá, ma meg more. Mert az ugye lefele van, inkább ez egy Eastwood fele, hogy nincsen valami. Vagy Windcliff. Southgate fele nem akarok menni, onnan jöttünk. Morhát kellett volna vinni, úristen. North Harbor. Úgy gyerekek, az nagyon baromi messze, hallod. És pont út lezárás van North Harbor fele. Úgyhogy ez nem jó. Eastwood. De ez nekem lesz a jó. Mehetünk is. Elég törékeny, nem baj. Adjál neki. Gyerekek, nyomjuk neki. Szarok a fékek, szarok a gumik. Nem lesz egyszerű. El kell mennem jobbra.
Gyerekek, nem szorozok. Adjunk neki. Legalább megyünk éjszaknak egy kicsit, mert nagyon nem tetszik ez az esős idő mindig itt. Ott azt hiszem, hogy egyébként arra Eastwood fele olyan... Nem tudom pontosan merre... gyerekek! Nem tudom pontosan merre, de valamerre például havas időjárás is van. Ugyan nagy a forgalomba, azért mi van itt? És szemben egy jön semmi, mert akkor végünk... Aja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 j
Ennek nem, ennek nem örülünk, gyerekek. Ennek nem örülünk. Micsoda izé kamion, na. Ice beer. Jégsör vagy jegessör vagy nem tudom mi volt az. Még van, ezek az agresszív autósoktól vadulok egyébként. Meg. A mazzal jól lehetne közlekedni terepen. Az se lenne rossz. Itt egy benzinkút. Hát szerintetek, szerintem már elérünk a következőig, úgyhogy nem megyünk be. Úgyhogy nyomjuk neki, gyerekek, nyomjuk neki. Ó! Oh! Ej, az anyád, ez megcsettintettük, gyerekek. Ezt odavertük, de nem lett nagy bajunk szerintem. Sőt, hűvaze. Ezt odavertem, gyerekek, odavertem. Nagyon szarok a fékek, hallod? Nagyon durván rosszak. Nagyon-nagyon rosszak a fékek. Fékgáz le van szedálva. Várja, meg kéne nézni itt. Nem mutat semmi hibát, jó. Repair. Nem repairolunk. Negyedikek vagyunk a hatodikból, legalább nem kapunk olyan kevés pénzt talán. Szerintem nem, a rakomány nem töltük össze. Mondjuk neki egész jó, figyeljétek, egész jó haladunk a csávókhoz képest. Egyébként egy izével sokkal gyorsabban tudnánk szállítani ugye egy személyautóval. Hát egy M5-ös BMW-vel például, mit tudom én, 200-ra tudsz menni, vagy akármennyivel, de ott, az, ott azért lehet kapaszkodni, ott jönnek a csikok rendesen. Hát csinálunk olyat is, hogy megveszünk egy M5-öst. Az a baj, hogy nem tudok, félek a nagy kagyaroktól, gyerekek. Jön egy nagy kanyar, akkor neki csapjuk az oldalát. Az nem versenyző, ott aki előttünk van. A Renault-val, szerintem ez egy Renault. Nem, ez egy kamaz, gyerekek, ez egy kamaz volt. Hoppa, mi az? A kereszteződés. És itt majd valahol jobbra kell kéne húznom. Itt kéne jobbra, csak nem tudom, hogy kell lemenni jobbra. Itt valami lejárat? Aj, vaza, mi van itt? Fékezzél, more! Jó van, erre kellett jönni, oké. És itt is jobbra van, hogy be valahova. Jó, most annyira nem kell sietnünk, mert igazából ez már megvan. Ja, meg is jöttünk. Ah, meg more! Nem tudok befordulni, jó, befordultunk akkor, egy a fene. Ja, vagy te, tesóim, nem erre kellett volna bemenni, mi? Egy irányú út. Bocs, haver, fiúk, gyerekek, menjetek az utam. Nehogy nekem gyere. Nem itt kell volna bejönni. Bocs, gyerekek, bocs. Mindjárt leadom. Egy irányú ez, ugye? 2700-at kerestünk, mindegy. Óvatosan, mert szembe gyűjhetnek. Aha, és itt vannak gépek. Na. Gyerekek, nagyon lett. Na, ez nagyon durva volt. Gyerek, te szerintem a gumim az nekem olyan baj, hogy figyelj, csúszunk be az árakba. Rugatni lehetne a gépet. Na, ez van, ez a kamion. Navistar Eagle. Hát nem tudom, 80 ezerbe fáj. Nekünk lehet, hogy pont egyébként lenne annyink. Nekem annyira jellegtelen ez a gép, hogy az hihetetlen. 60 ezer meg 15 ezer, úgyhogy annyi nincs. 75 ezerünk van. Szíd van, gyerekek, szíd van hullava a gumink. Meg van egy terepjáró. Van egy ilyen Cayman, 46 ezerért. Na, megmondom őszintén, megint nem jön be. Hi, haver, bocs. Bocs, haver, bocs. Vissza kéne fordulnom itt valahogy, vagy mit tudom én. Megnézzük, jó. Nyomunk egy egyívest, ha tudunk.
Nem tudtunk. Oké. Okay. Na azt akarom meg... Na itt a parkolója. Azt akarom megnézni, hogy... Veszek fel még egy munkát. Megyünk tovább. Megnézem a térkép. Ha innen ugye tudnánk Windcliff fele menni. És Greystone fele. Például ez a kettő az egész kis kellemes lenne. Úgyhogy megnézzük. Greystone gyerekek. Greystone és 10.500-at fizet max. Jó. De várjál! Greystone fele jól látom, hogy nincs. Ja, mert nem jelzi az ezeket így. Greystone fele, úgy kell lefele kell menni. Jó, Greystone fele megyünk, és meg fogunk állni az első... Ilyen szertelen, ha nem álmaz veszem föl. Ez volt az. Ezt adjál neki, Sanyi. Kapásból negyedikek vagyunk. Jó, az őr is. Ki is csaptam a táblát, jó van. Nyomunk egy ilyet, és akkor kapásból szerintem be fogok menni a... megjavítatni a gumikat, mert ezzel gyerekek, főleg hogyha ez azt hiszem, ez ilyen hegyvidéki terep lesz, itt gyerekek szigje hullunk, hallod? Hát úgy csúszik a gumim, nem... Mennyi nál? A súly, látjátok? Load, a súly az nem sok. Az érték a volum, azt szerintem az. A tires, ugye a gumik és a fék... Jó, tires javítás meg fog kezdődni. Hol van a izé, hol van a... Ah, túloldalon. Óvatosan, nem áll meg. Nézzük, legalább látunk egy ilyet is. Na. Áll meg ma. Na gyerekek. Ugye azok nincsenek, azok a dolgok. Full repair. Érdekes full repair, és azt írja, hogy ok. És tudnák rá venni dolgokat, de nem veszek. Nyomunk egy full repair-t, ez nekünk nem került semmibe, és azt hiszem, hogy mégis, látod? Ugye megjavították a gumikat. Ja, ez nem kerül pénzbe. Ó! Ez nagyon király, és most akkor tapad, mint az atom. Jaj, Sanyi! Bocs, haver! Tudom, szabálytalan voltam. De most tapad, mint az állat. Ugye látod, hogy a tires és a brakes is tökéletes. És nyomok egy féket, akkor megáll, nem azt történik, hogy izé, hogy kivegyünk a világból. Viszont tankolnom kell. Jó. Nem látok, hogy nyom izét. Mi se láttok nagyon, nem? Mi az? Benzinkútat. Jó, 9-11 lesz, az megint viszi a pénzt. És egyébként láttátok, hogy minden, ott voltak ugye a miket lehet. És a gyerekek most nagyon úgy fog a gumi hallod, mint az mind a versenyautó, úgy lehet vele benni. Ez mi a túró? Busz. Ez jó nagy lejtő. Ma hülye meg, már nagyon mögöttem, ma nagyon rám jött. Á, most nagyon fog a gumi, nézd. Lehet szépen a izén tartani. Még a sávba is megtartod. Hoppa, ez majdnem neki ment, aki jött mögöttem, szerencsém volt. Hú, mi volt ez? Volvo volt, nem? Oda nézzetek, micsoda hegyek, arra megyünk, hegyvidéki terep. Valahol van, azt hiszem, hogy havas is. Én úgy emlékszem. De lehet, hogy hülyeséget beszélek, úgyhogy nem tudom. Haha, Joe Woodos izé volt. Rendőr, mennyivel lehet itt menni, bassza meg. 70-re leventem. Nem jött utánam, jó van. Lesz itt baj, gyerekek, mert el fog fogyni az üzemanyagom. Viszont Windcliff parkolóba meg ön szívesen körülnéznék. Gyerekek, nagyon megy most ez a gép, hallod? Nagyon durvá lehet vele csapatni. 90-re lehet szedni a kanyarokat. De ugye hol áll pontosan? Valami le van zárva, valami hír, azt beszélik. Ja nem, megjavították North Harbor-ba.
Valami viszont valami másik, az meg le van zárva. Meg egy nagy jobb kagyar, ott volt a tábla. Ennekről jobb figyelni. Annyira nem is nagy. Templom! Azt hiszem itt is valahol emlékszem, hogy van valami rejtett autó. Vannak ilyen rejtett gépek, amik ugye olcsóbbak el vannak tugva. De azt hiszem, hogy lopott talán, vagy valami mixer van bele. Azt hiszem itt le lehet menni itt egyenesen. És itt van valami talán len, úgyhogy itt lehet, hogy körül kéne nézni, vagy nem? Rosszul emlékszem? Nyomjuk a munkát, nyomjuk gyerekek, aztán nem figyelünk semmire. Elfogy az üzemanyagom. Mondjuk ott van Mindcliff után. Hát, hogy azt csináljuk lejtől lefele, vagy kikapcsoljuk a motort, engine-t megint. Nagyon jönnek utánam. Negyedik vagyok a 8-ból. Nagyon bevennénk a Windcliff parkolóba. Itt a parkolóba arra ugye, jó, nem megyek be, ott mi az? Ott volt egy nyárges, de az nem, hagyd, de jó néz ki, figyelj el. Hopszi, 500-ra megbasztak gyerekek. Nem tudom hányos tablót. De egy nagyon fognak a gumik gyerekek, úgy lassulunk, mint az atom. Most nem mentem be. Jaj, de jól néznek ki ezek a hegyvidéki ilyen kis házikok, nem? Ez nagyon-nagyon baba. 500-ra megvertek minket, nem baj. Megyünk mind a messzes. Az mi? Kocsik. Kocsik erre-arra. Hoppá, megint! Ha megint megvágtak minket 500-ra. Jó, 1000 eddig. Nagyon fasza. Mérjük már kialakott területről, lol. Jön a benzinkút, figyeld, és fölfele kell venni végig, hallod? Megszivat. Megszivat, figyeld, nézd meg, egy rovátka benyánk van. Megyek nyílen föl. Figyeld, benzinkút előtt megállunk. Tudtél, Vanti, az lesz. Ne csipogj! Ne csipogj! Ne szivass! Ne! Gurulj! Ne! Az a faszát. Ej, 1100-ba került gyerekek és az összes hülye elment. Menjetek a francba innen el. Menj innen, legalább engedj be a benzinkútra, te. 8. vagyok. Hallod, 1200. Akkor eddig vagyunk, 2600, 2400-ba fáj eddig az egész projekt. Mindegy, jó, mindegy, biztos izébe leszünk. Pluszba. Ezek izé előtt mindig meg kell tankolni. Menet előtt, vagy nem tudom. Nem volt jó. Nézd oda, hallod, 5,3 itt az üzemanyag. A másik helyen meg izé volt, 3 egész valamennyi. De drága. Jó, hát eddig 3000-be fáj ez az egész móka nekünk, úgyhogy ezt így gondolkozzunk, hogy megéri-e. Itt is dolg az eső. Halleluja. Jó, eddig 3000-be van az egész móka. És akkor nézzük meg, mennyit fogunk kaszálni. Nézzétek, ilyen izé van, ilyen szerpentines az út, ahol mennek. Elképzelhető, hogy az ilyen emelkedő végig. Nézem a kocsi jó állapotból. És most a fékek nem nagyon koptak el, ugye nem olyan nagy fékezések voltak. Annyira nem vagyok bol, 50-re megyünk. Ez már úgy látom, akkor keményen emelkedő. Ja, és az izén belül, halagúton belül nem esik az eső. Na, meg van csinálva azért mi. Most ezek azt gondoljátok, hogy ez nem nagy cucc, de szerintem ez egyébként nagy cucc. Ez egy olyan játék, nem tudom mit mondjak, hogy mikor jött ki gyerekek, mint Half-Life 1 kb. Talán Half-Life 1 környéken, nem tudom, azt ismeritek-e. Ez egy annyira, de jó, nézd, ilyen ízés, ilyen jó kis havasszerű stílus. Az király. És arra, merre kell menni, bazze?
arra ki lehetett volna menni, láttad? Ott volt egy, egy ilyen repair zone. Azt akartam mondani, hogy ehhez gyerekek, ez összetettségében én nekem még mindig nagyon tetszik, jobban, mint a Euro Truck. Ugye főleg az offroad téma benne van, ez a versenyszerű szállítás, az is tök jó, oké, szar járművel nem sok esélyünk van. Akkor nem is tudom még mit mondjak ilyet. Különböző rejtett dolgok, a maffia, amit még nem láttatok, az autós üldözések, amit még nem láttatok. Nagyon ilyenben még nem akarok belefolyni, mert tudod mi van akkor izé. Nézd, itt például ott is ilyen jobb oldalt, ugye, ott megyünk fel, de ilyen offroad módszerre, mondjuk egy Mazzal lehet, hogy fel lehet menni, vagy egy terautóval, terepjáróval. Na mi az, milyen jármű? Ezek nagyon itt hagytak minket, mindegy. Ez milyen tábla? Jaj ne! Elfelejtettem, gyerekek! Nézzétek meg a táblát! Ez olyan vidék, hogy ez itt kirabolhatnak. Azért elfelejtettem. Itt azt hiszem, hogy ugye... Itt izék vannak, tudod, mint halálos iramba. Jönnek azt, ki akarnak fosztani. Itt valami olyasmi van, bazze... Jaj ne, remélem nem fognak jönni, hallod? Ó, te Máriám, elfeledkeztem mindenről, megölnek, meghalunk, vége lesz az egész játéknak. Na, az még hiányzik akkor, jó van. Most már lefele megyünk? Jaj, de jó. Nyom neki, Sanyi! Úristen, figyelj, milyen kanyar lesz? Jaj. Nem száz, gyerekek, száznál megakadt a játék, hallod? Erre nem volt fölkészülve, hogy ezzel a géppel kilóba fogok menni. Egyébként esküszöm, nagyon jól irányítható most ezzel az jó gumikkal. Egyébként olyan szépen rajt lehet tartani az ívem. Kilóba megyünk, gyerek, kiló jötte. Nyomok egy satút. Figyeld. Ne akadj meg, az a hülye vagy. Jaj, hogy erre még nem jártam, az töltődik, vagy nem tudom mi ez. Mi a fasz? Sanyi! Baj van, az. Áll meg! Há, mi a szar történt? Áll meg! Ne, erre én nem emlékeztem, gyerekek. Erre én nem emlékeztem. Esküszöm. Nem tudom merre menni. Bazza, erre én nem emlékeztem. Te kell fordulni jobbra. Jö. Ujjúj. 9-11 gyerekek. Ez 100, jó, most vagyunk 4000 körül, gyerekek, így rúg a ver... nem szólít, gyorsan. Hallod? Megnézzük, mi az, ami sérül, semmi nem sérült meg, ez jó volt. Nyomtunk egy bukcsát, az nem sérült meg semmi. Már menjek, morébe, az se tud... Hát nem látok, te! Hát, lehetem ezzel a verdába körül volna gyűri, gyerekek. Jó, hát ez aki tudta, hogy mi lesz ennek a vége, hogy ez offroad lesz, szerintem az röhögött előre, hogy te balfasz, most nagyon rácsöztél. Megyek egy kicsit így külső nézetbe. Gyerekek, olyanokat repül a Verda, hallod? Meg ilyen magas felépítmény... Jaj, víz! Oké, igen, ez egy... 4000 pénznél járunk, gyerekek, most járunk 4000-nél. És még az marha nagy mázli, hogy nem is tudom, nem sérült meg az Verda. De hallod itt ilyen víz, meg ilyenek, öcsém. Meg ilyen nagy dimbek dombok. Ez nagyon jó, 4000 pénznél járunk. Eljöttünk ide a lista háta mögé, de minek? És tök például merre?
Mondom, külső nézetben talán jobban látok, lehet, hogy külsőbe megyek, mert akkor legalább észreveszem. Á, figyelj, de ott is a víz. Ide kéne valami nagy moz vagy akármi, hát ez lehetne vele csapatni, nem. Nem borul föl. Gyerekek, mit kap a kerék? Lord, jó, minden oké, okay, minden jó. Nem bírja, jó megcsináltuk a gumit, az volt a király, gyerekek. Hey, te fiú! Offroad kalandok! Jó, most izé, most ért be az első. Gyerekek, ez nem egyszerű. Azért akart ez... Jaj! Jaj! Majdnem ideje, majdnem lerepítünk megint az útra. Megint azt sem tudom, hol vagyok. Ez jó hely, ez komoly hely, gyerekek. Ez komoly hely, ide nem körvonal egy ünöm, hallod? És megint nincs izé, és hallod, itt még benzinkút sincs. Nézd már meg. Árokpajtás volt. Jó, csoda, hogy nem sérül a verlap, azért. Mazling van, elég jó bírja ez a gép. Hát ez rendesen repkedek vele. Jaj, megint jobb kanyar kéne nyomni, csak felburulunk a francba. Mennyinél tartunk ilyen 4-5 ezernél? Tök jó. Hát remélem, hogy legalább visszajön. 75 ezernél voltunk ezelőtt pénzbe, ugye? Mindent összevedve. Megnézzük most, mennyi lesz az annyi. Jaj, nem, megint oda, ott van egy, ott van egy kamion. De jó. Sanyi? Mi az? Nekem akart jönni? Vagy mi volt ez? Ne szíj szórakozzatok, mert már megvarulok. Aj, te fiú. Rendesen félek ma. Hát ide nem kellett volna eljönni, gyerekek. És már igazából nincs hova siet, nem kapkodok. Jaj, te fiú. Itt van az összes izé, aki versenyzett, mi? Már fölvette, már viszi a következő szállítmányt. Kipör meg még mindig itt egy csetengel. Jaj. Jó, de legalább nem porzik, esik az eső. És ez is meg van csinálva, gyerekek. Ez mekkora király. Esik az eső, nem porzik. Alapvető dolog, de egy csomó játékban nincs ilyen. Még az izén is, a földön is nyikorognak a kerekek. Jó. Jó, 7000 pénz, gyerek. Annyira nem volt rossz. De én nem vagyok boldog. Hát itt van gyakorlatilag valami, mint ha valami gyár lenne, hallod? Ez mi? Itt nincs izé? Nincsen parkoló, sem meg semmi? Hú de gyűlölöm, hallod? Hú de gyűlölöm. Ezt a helyet. Te! Nekem tolhatsz. Ha fölveszünk valamit, azt kivegyünk innen, gyerekek, az lesz. Hát ez egy őrület. De dudálsz, menj innen el, ne dudálj. Szerintem ez mi ez a hely? Gondolom nem lehet bemenni. Jaj, ne elállt az eső, megint por van. Jó, gyerekek, megállok itt, azt a izé van. Figyeljetek, azt kell csinálni. Azt kell csinálni, ott az mi? Ja, ott a javító műhely. Várja, de akkor oda be lehet menni mégiscsak. Mintem nem, hanem ez valahol máshol van, ez kívül lehet. Várj, megnézem. Nézzük, gyerekek, jó? Szerintem nem kell ide bevenni, az valahol kívül van. De az a gond, hogy például nincs üzemanyag. Úgyhogy az... Elég csúnyán rácsöztem. Elég csúnyan rácsöztem. Hát, ez nagyon durván rácsöztem, gyerekek. Nincs üzemanyag itt. Ide nem szabad eljönni. Az a tuti, gyerekek, ide nem szabad eljönni. Ide eljössz, itt izé van, itt halálmadár. És azt fogom csinálni, hogy fölveszek megint egy melót. Ezt kikeveredek innen, ide nem fogok jönni, ha még nincs valami full touring jóvernem. Ó, te fiú.
Windclipbe kéne egy fuvart szereznem, aztán akkor jó lesz. Na jó van gyerekek, elbúcsúzom, köszi a figyelmet. Ha megyünk Windclipbe a francba, aztán hát ott valamint ott találunk be, de hát nézzük meg mennyi pénzünk van. Jó, hát 10 éve vagyunk, ez gyakorlatilag 1500-at kerestünk. Mert ugye 15.000-ünk volt, most van 16.500-unk. Úgyhogy 1500 pluszban voltunk, egy negyed órán keresztül itt kavartunk. Ez kemény, jó. Oké, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek. Csúmi csá, cső tiszta, meg minden, amit akartok.